Különleges rekordot tudhat magának az Aprilia. Az elmúlt 19 évben 45 világbajnoki címet szereztek különböző kategóriákban. Ugye számtalant a MotoGP 125-ben és 250-ben, amíg ez utóbbi létezett. Most pedig a legújabbat is bezsebelték, 2010-ben ők a Superbike világbajnokok Biaggival. És mit vártak nagyon az Aprilia rajongók? Természetesen azt a V4-es bokkal szerelt Tuonót, amit már az RSV4-ből ismerhetünk. Hát itt van, megkaptátok. Eddig is brutális volt a Tuono a V2-es blokkjával, olyan durván egykerekezett, hogy szinte nem is lehetett vele két keréken menni. Ezzel a V4-essel valószínűleg egy kicsit szolidabb lesz, megfelelő erő tartalékkal, de jobb gyorsítási képességekkel, nem annyira durva alul, de sokkal tartalmasabb középen, illetve felül. A régi Tuono jellegzetességeiből semmit nem vesztett, csak sokkal brutálisabb lett, kicsit összeszedettebb faridommal és zordabb fejdommal. Ami ma már nem hiányozhat egyetlen egy motorról sem, az nem más, mint az ABS. Ezt a rejtett hátsó lámpát nézd meg, természetesen ledes, és megint egy új megoldás, egy új forma, ami az olaszokra jellemző. Ha valamire rá lehet mondani, hogy utcai gyári Street Fighter, akkor azt gondolom, hogy a Tuono az akár a menet teljesítményét, akár a kinézetét tekintve semmi salang, csak a lényeg, ami az utcára kell a brutalitáshoz.